Nagyon-nagyon sok szeretettel és igen mély tisztelettel köszöntelek benneteket. A cím ugye az volt, hogy milyen lélek lakozik bennetek, első rész. Ez sejteti azt, hogy lesz egy második is, majd valamikor a jövőben. De a lényege inkább a dolognak az, hogy ez a téma legalábbis, amit én végig gondoltam, azok a gondolatok azok egy órában nem férnek bele, és emiatt gondoltam azt, hogy ketté bontom, és akkor így talán nem alszik be a társaság háromnegyede, mire befejezzük az egészet. Talán egy kicsit megtévesztő a cím, de inkább figyelemfelkeltőként találtam ki. Milyen lélek helyett talán inkább milyen szellemet kellett volna mondanom, hogy milyen szellem lakik bennetek. És pedig onnan szeretném elkezdeni a gondolatmenetemet, hogy emlékeztek talán arra a történetre, amikor Jézus tanítványai keresték a helyet arra, hogy hol legyen az utolsó vacsora. Akkor még ők ugye nem nagyon tudták, hogy ez lesz az utolsó vacsora, de az Páska vacsorát akarták elkölteni az Úr Jézussal, és egy samáriai faluba mentek, ahonnan is elküldték őket, nem fogadták be, és akkor a János és testvére Jakab kérdezték az Urat, hogy akkor most lehívjuk-e a tüzet a mennyből, hogy mint ahogy Illés prófitának is ugye leszállt a Baál papokra a mennyből a tűz, hogy elveszejtse ezeket a gonosz embereket, akik az Urat, a megváltót, leendő megváltót nem akarják befogadni az Isten fiát. És hát erre az Úr Jézus azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy milyen szellem lakik bennetek, mert az Úr, az emberfia nem azért jött, hogy elveszítse az embereket, hanem azért, hogy megtartsa. Arra célzott az Úr, hogy hát bizony Jánosban, akit a szeretett tanítványként nevez ő maga, tulajdonképpen János maga a leveleiben, illetőleg az evangéliumokban, hát egy gonosztól vett át egy üzenetet, a sátánnak a szellemétől, valamelyik szellemétől kapott valamiféle behatást, ami a haragot nemzett ő benne, és gyilkos haragot nemzett benne. És hát az Úr Jézus ugye nem a szabadítást kezdte el végrehajtani rajta, egyszerűen csak azt mondta, hogy figyelj, ez nem tőlem van, én nem ilyen vagyok, ez nem én vagyok. Az én szellemem az nem ilyen, az nem gyilkol, hanem megtart. És mert az Úr Jézus a szeretetet hirdette mindaddig is, és utána is, és két nappal utána ezzel a Jánossal, akiben ez a szellem lakozott két nappal korábban, együtt vacsorázott, és ahogy fogalmazott, a kebelén nyugodott. Ezt ugye Tamás tanítás alapján tudjuk, hogy nem feltétlenül feküdt a hasán, hanem csupán azt jelentette ki, azt fejezte ki vele, hogy a szívén hordozta, egy fileó szeretettel szerette Jánost Jézus, de mindegy, a lényeg az, hogy egy abszolút pozitív érzelem volt ő feléje, tehát nem kivetette a János sem azzal, hogy valamiféle rosszat tett volna, hanem inkább csak megigazította és helyrehozta és a helyes útra tette. No, tehát az ember, ebből csupán azt akartam volna kiemelni, hogy az ember életét különböző szellemek befolyásolhatják, és a megtért hívőket, ugye azt mondja az ige, hogy teljesedjetek be Szent Szellemmel, hogy minket, hiszem azt, hogy az Úr szelleme irányít, igazít, és ez az Úr akarata, hogy minket az Isten szelleme vezessen, és hát tulajdonképpen ezzel már le is zártam a dolgot, mert hogy a kérdésre a válasz, hogy milyen szellem lakik bennetek? Hát a Szent Szellem lakik bennetek. Ez a válasz a felvetésre. Na és a Biblia ugye sok mindent mond erről a szellemről, a Szent Szellemről az Új Szövetségben, aki pünköstkor megjelent ezen a földön, mindenki számára elérhető formában, illetőleg ő érhet el mindenkit. De szeretném mégis ennek a Szent Szellemnek a tulajdonságait részletezni, és pedig a 2 Timóteus
egy hét alapján, ahol is Pál Timóteusnak, aki ugye abban a levélből úgy sejlik ki, hogy eléggé kétségbe esett helyzetben volt, Pál pedig börtönben volt, készülvén az elköltözésre, írt egy levelet ő neki, és ebben mutatta meg, vagy írta le Timóteusnak, hogy kicsoda az Isten szelleme. Azaz, hogy nem a félelem szellemét vettük, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szellemét. És én erről szeretnék beszélni részletesebben, erről az igéről, hogy mit is jelent az, hogy a félelem, az erő, a szeretet és a józanság. Kezdeném tehát a félelemmel, és pedig egy kicsit menjünk bele az ember bibliai anatómiájába, hogy is nézünk ki. Ugye a Biblia a testet, azt szómának, a görög nyelven írt Biblia szómának jelzi. Aztán van egy lelkünk, ami psziché megnevezésre hallgat, és van egy szellem, ami pneuma megnevezésre hallgat. Ez a károli fordításban annyira nem jön elő, inkább csak érzéki és lelki vonatkozásban választja külön a károli fordítás, de alapvetően a csia fordításban nagyon szépen, például a csia fordításban, nyilván többekben is, nagyon szépen elkülöníthetőek ezek a szavak, kategorizálva van ez. És ezen három részünk, a testünk, a lelkünk és a szellemünknek a találkozási pontjánál van, lehet ezt mondani, a szívünk. A szív az a legfontosabb részünk bibliai tekintetben, mert azt mondja az ige, hogy minden értékes dolognál jobban őrizzétek meg a szíveteket, mert abból indul ki minden élet. Ez a központja az életnek, ez a központja a döntéseinknek, az érzelmeink, az értelmünk, a lelkünk, a szellemünk, és hát a testünk valahonnan irányítása is valahonnan innen irányul, mert ugye a szívvel hiszünk az üdvösségre, mondja az ige, és szállal teszünk vallást, tehát a testünknek a mozgatása is valahonnan innen származik, az üdvösségre. És tehát a szív az egy nagyon fontos részünk, és a félelem alapvetően a szívünket próbálja befolyásolni. A félelem az Ádám bűnével jelent meg az ember életében. Ugye olvassuk azt, hogy amikor bűnt elkövetett Ádám, akkor elbújt Isten elől, mert hogy félt és szégyelte magát. Ez volt az első pillanat, az első dolog, ami az Ádám életében megjelent a bűn következményeként. A félelem. És ez a félelem azóta az ember életében benne van. Olyannyira benne van, hogy ugye orvosi szempontból tekintjük, az ember idegrendszerében a félelemnek központja van. Tehát idegrendszeri régió van arra vonatkoztatva, hogy a félelmet fenntartsa. A félelemnek van persze pozitív vonatkozása is, hiszen valahol a létfenntartásnak része, és vannak is ilyen örökletes félelmeink, mint a magasságtól való félelem. Vagy bizonyos, például a kígyótól való félelem, az is egy ilyen örökletes félelem, vagy a haláltól való félelem. Tehát vannak olyan félelmek, amik egyszerűen a csecsemőkortól az ember életében benne van, örököltük, örököljük. Ez azért van, hogy megóvjuk magunkat, mint a fájdalomnak is van pozitív funkciója, hogy ne nyúljak bele a tűzbe, mert az káros hatással lesz, és emiatt a fájdalom jelzi azt, hogy erre ezt ne csináljam. Nagyon fontos dolog. Volt egy olyan paciensem, akinek nem volt fájdalomérzékelése, és emiatt 12 éves korában meghalt, mert össze-vissza törtek a kezei, lábai, nem zavarta az, hogy összetörik, nem fájt neki ugyanis. Ugyanígy van a félelem is, a félelemnek is megvan a funkciója, pozitív funkciója, hogyha most ideg élettani vonatkozásban akarjuk szemlélni, de ennek vannak olyan verzió is, amikor az kórossá válik. Félelemszindrómák, poszttraumás stressz, a pszichiátriának java része ezzel foglalkozik. Minden hetedik ember kóros félelmi állapotban van, ami kezelést igénylő állapot. Minden hetedik, az eléggé nagy számban beszélünk.
Egyébként, ha nevezíteni akarjuk, hogy hol is van az embernek az idegrendszerében az a bizonyos félelem, az a gyakorlatilag a bazális központoknál fellelhető rész, és hát gyakorlatilag kimutatható oly módon, hogyha kikapcsolják, akkor megszűnik a félelem. Tehát az idegrendszeri vizsgálatok úgy zajlanak, hogy ingerlés és kikapcsolás, és gyakorlatilag így lehetett feltérképezni az ember agyát állatkísérletekkel, illetőleg embereknél, olyanoknál, akik balesetekkel szenvedtek. És hát a lényeg az, hogy ezek a részek pontosan kimutathatóak, és hogyha az ember szívét akarjuk behatárolni, van egy elképzelésem, ugye tanultuk azt, hogy esetleg a szív az azonos azzal a szívvel, ami dobog a mellkasunkban, vagy a hasunkban van. Ha a funkcióit akarjuk megtekinteni itt ezekkel a vizsgálatokkal, intuíció, mit tudom én, akkor azért mégiscsak valahol az idegrendszerhez köthető véleményem szerint, de erről a Biblia egy szót sem szól, úgyhogy ezt is részletezzük, ez csupán egy vélekedés. Tehát a lényeg az, hogy a félelem az velünk járó dolog. Az is velünk járó dolog, az is örökletes, az is tudott, hogy a félelmet le tudja győzni az ember. Tehát ez is Isten teremtésének része, hogy a félelmet le tudja győzni. Ugye a magasságtól való félelem, ahogy mondtam, egy örökletes félelem, de például a bungee jumpingosok tudják nagyon jól, hogy ezt le lehet, vagy az ejtőernyősök, hogy ezt bizony le lehet győzni, sőt, kifejezetten élvezni szokták, ugye a hormonális, tehát a stressz hormonok felszabadulását szokták élvezni azok, akik ugrálnak ki mindenféle ilyen magas helyekről, és hát tegyék, ha ők úgy gondolják. De a lényeg az, hogy legyőzhető. Ez a fizikai rész. Mit mond az ige? Az igében a phobos szó jelzi a félelmet. A phobos az nagyon sokszor fordul elő az igében, Ószövetségben is, Újszövetségben is. Nagyon-nagyon sokszor fordul elő. Általában olyan kontextusban, hogy ne félj. Miért? Mert hogy az Úr mindig azokat választja ki magának, az Ószövetségben is, Újszövetségben is, akiknek van félelemre. A megtört szívűeket, a kis nemzetet, az Izraelt, az elnyomott Izraelt, és mindig olyan embereket, népeket választott ki az Úr, akiknek van okuk, volt okuk félni, és parancsolta, vagy szólt nekik, vagy bátorította őket, hogy ne félj. A némely számolás szerint éppen 365-ször szerepel a Bibliában a ne félj kifejezés valamilyen formája. A ne félj konkrétan 142 alkalommal fordul elő, de az is elég sok. Vegyünk egy pár példát. Elsőként én a Józsuét szeretném kiemelni, aki az Úr Jézusnak az előképe. A neve is azonos, ugye Józsué és Jeshua név ugyanazt jelenti, ugyanaz a név, és a funkció is, hogyha megfigyeljük a két személynek, valahol azonos volt. Józsuének az volt a feladata, hogy az ígéret földjére bevigye a népet, és az Úr Jézusnak az volt a feladata, hogy a mennybe, az ígéret földjébe, a mennyei Jeruzsálembe bevigye az ő népét. És Józsuénak pedig mielőtt elkezdte volna a szolgálatát, kapott egy kenetet, egy felkenetést az Úrtól, és a felkenetésnek a közvetlen következménye az volt, hogy Isten megparancsolta neki egymás után három alkalommal azt, hogy ne félj és ne rettegj. Mert az Úr elvégzi azt a feladatot, amit rád bízott. Az Úr erejével fogod te azt végrehajtani. És Józsué hitte azt, amit az Úr mondott neki, nem félt, fölállt, engedelmeskedett az Úrnak, legyőzte a félelmet, nyilván ebben az Úr szelleme is szerepet játszott, és megcselekedte azt, amit az Úr akart, és bevitte a népet az ígéret földjére. Tehát Isten szent szelleméből fakadóan legyőzte a félelmet, és megtette azt, amit az Úr akart. Egyébként nagyon fontos az, hogy mikor fordul elő
első alkalommal a Bibliában egy szó. Ezt általában teológusok kiemelten szokták kezelni, hogy az egy nagyon fontos jelentőséggel bírjuk kijelentés, amikor első alkalommal jelenik meg egy szó a Bibliában. Az első alkalom az 1 Mózes 15:1-ben van, és pedig ez Mózes hálaadó éneke, Ábrahámnál vagyunk. Ábrahámnak szólt az Úr, hogy ne félj Ábrám, tehát még Ábrám néven volt, ne félj Ábrám, én pajzsod vagyok te neked, a te jutalmat felette igen bőséges. Tehát az első kijelentés a ne félj vonatkozásában Ábrámnak szólt egy ígérettel. A ne félj, tehát az ígérettel kapcsolódik össze. A ne félj, Isten áldásával függ össze. A ne félj, az azzal függ össze, hogy Isten akaratát be tudjuk teljesíteni, és a Szent Szellemből fakad a ne félj, mert hiszen nem a félelemnek a szellemét kaptuk. A következő személy, akit szeretnék előhozni a Bibliából, az pedig Jézus. Hogy Jézusnál hogy jelentkezett meg a félelem? Megjelente egyáltalán a félelem? Ugye, amikor Jézus bemerítkezett, akkor utána a Szent Szellem galamb formájába rászállt, olvassuk az igébe, aztán kiment a pusztában 40 napig, és ott az Úrral volt, imádkozott és böjtölt. És 40 nap után azt írja az ige, hogy megéhezett. Utána jött a kísértő, a sátán, és 3 kísértéssel kísértette meg az Urat, mindhárommal. Először ugye a testi kísértés volt, hogy miután megéheztél, változtasd a köveket kenyérré. Ezt az Úr elutasította, mert ugye nem ez volt az Úrnak az akarata. A második, az egy érdekes dolog volt, fölvitte ugye a templom ormára, hogy vesd le magad, és mert hogy az Úr angyalainak parancsolt felőled, hogy megnősd a lábadat. És ha megfigyeltük azt, hogy az egyik örökletes félelmünk éppen a magasságtól való félelem, és az Úr Jézus elutasította ugyan a sátánnak a felajánlását, hogy micsoda látványos belépő lett volna az, hogy a templom ormáról leesik egy ember talpra, az egész imádkozó közösség orra elé, és mint a Spider-Man megérkezik oda, és hát kérem szépen, itt van a megváltó. De az Úr Jézus azt mondta, hogy nem, elutasította ezt a dolgot, mert nem az Úrnak az akarata. De nem azért, mert félt a magasságtól, nem azért, mert esetleg ne lett volna valóban az, amit a sátán behúzott neki, hogy bemondott neki, hogy valóban semmi baja nem lett volna, hanem azért, mert nem ez volt Isten akarata. Erre majd a második fejezetben visszatérünk erre a kérdésre, mert ennek szerintem egyéb konzekvenciái is vannak. Tehát Jézus nem a félelem miatt tette ezt, ő a Szent Szellemmel telve volt, és nem volt bele ilyen jellegű félelem. A Úr Szelleme, ott akarok kiukatni, tehát ismételten, hogy a félelmeket legyőzi, kitakarítja az életünkből. És viszont jött egy második jelenség, utána, amikor járt a szolgált az Úr Jézus, sehol nem olvassuk, hogy bármilyen körülmények között félelem jelentkezett volna az életébe. Az Úr vezetése alatt tette a dolgait, hirdette az igét, és aztán eljött az utolsó éjszaka, amikor is ő már tudta, hogy mi fog vele történni. És ez az éjszaka, amikor teljesen magányosan ott volt, nem támogatták ugye a tanítványai sem már, akkor tudta, hogy ő bűnné fog lenni. Tudta, hogy ő átokká fog lenni. Nekem ez nagyon megrendített, amikor így belegondoltam az ő helyzetébe, hogy ő, aki bűnt nem ismert, tehát semmi köze nem volt a bűnhöz, semmi köze nem volt ehhez a dologhoz, amitől tulajdonképpen már egyszer úgy fogalmaztam, hogy mint olaj és víz, teljesen két különböző dolog, nem keveredhet a kettő egymással, és mégis azzá kell lennie, ami ő nem, ami ő sosem volt, és azért lett ő azzá, hogy mi
ne legyünk azok. Helyettünk vette át ezt az egész dolgot, és tudta, hogy ezt ő neki át kell venni, ő neki ez kígyóvá bűnné kell lenni, ugye előképp emiatt volt a rész kígyó, és nem rész angyal volt, vagy rész Jézus formájú dolog, hanem kígyó, ami a bűnnek a jelképe, és éppen ezért volt a bűnnek a jelképe, az előképe az Úr Jézusnak, mert ő valóban bűnné lett. Ő lett maga a bűn a kereszten, és tudta azt, hogy ez teljesen más, idegen az ő személyiségétől, és ráadásul átokká is lett. Tehát nem átkozott lett, hanem átokká lett. Nem bűnös lett, hanem bűnné lett. Fontos, hogy azonosult ezekkel a dolgokkal, és tudta azt, hogy az atya, vagy feltételezte, vagy lehetséges ez az érzés, hogy az atya elhagyhatja, ez volt a legsúlyosabb pont ebben a dologban. Hogy az, amit ő egész szolgálata során végig ott volt, hogy vele volt az Úr minden napon, és ő engedelmeskedett a vérig ennek a Szent Szellem jelenlétének, azt ő elveszítheti. Az ő életében, még amikor az embernek a levegő megszűnik az életéből, és tudod, hogy bemész a víz alá, és ott kell maradnod, holott nem tudsz élni nélküle. És az Úr Jézus itt jelent meg a félelem az életében, hogy ettől félt, véleményem szerint, és ennek ellenére vállalta. Ennek ellenére vállalta ezt a gyötrődést, ezt, amit ott megélt ezen az éjszakán, ott győzte le tulajdonképpen önmagát, a testet és minden félelmet. És nyilván a Szent Szellem ereje által történt mindez, de ez az éjszaka, ez az, ami véleményem szerint mindannyiunknak valahol egy minta, hogyha Isten számunkra valami feladatot, egy nehéz feladatot elénk tesz, akkor tudjuk magunk is mellé tenni a szívünket. És néha ez nagyon nehéz. Az Úr Jézusnak is nagyon-nagyon nehéz volt. És tudjuk, hogy vannak ilyenek mindannyiunk életében. Nem palotában és királyi hintóban járjuk végig az életünket vattába csomagolva, mert ezen a földön a sátán az Úr még, és ellene küzdünk, és vannak nehézségek. És az Úr megmutatta a példát, hogy ő ezt megtette, és minket pedig erre a szolgálatra elhívott, hogy legyünk vele. Persze vattába csomagol minket, amennyire csak lehet, és látja, hogy mennyit tudunk elhordozni, sose kísért az erőnkön felül, de feladat és előpélde ez az egész. Tehát az Úr Jézusnál is volt félelem, és ő legyőzte, és ezzel mintát adott nekünk. 1 János 4.17-ben azt írja az ige, hogy azzal lett teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, oda fönn a mennyben, most, úgy vagyunk mi e világban. Ez egy fantasztikus ige, egy fantasztikus ígéret, hogy most, amikor itt vagyunk, beszélünk egymással, vagy a világban járunk és csináljuk a dolgunkat, akkor úgy vagyunk, mint az Úr a mennyben. És a délelőtti alkalom az azért is volt fantasztikus, mert pontosan ezt tette át gyakorlatba, hogy mi itt ezen a földön a Jézus nevében járunk, mennyei állampolgárként, az ő elküldöttjeként, kiküldöttjeként, képviselőjeként. Mi tulajdonképpen annak a menny országnak a kihelyezett része vagyunk. És úgy folytatódik az ige, hogy a szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzírja a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljesé a szeretetben. Amen. Tehát azzal, hogy mi az Úr Jézusban vagyunk, és az Úr Jézus szeretetét megéljük, ezzel lesz a félelmünk kitörölve, megsemmisítve. És ugye ezen a helyen, ahogy mondtam, a phobos szó szerepel. A 2. Timóteus 1.7-ben azonban nem a phobos szó szerepel, hanem úgy az a szó, hogy deilia,
ami félelmes szívűséget jelent. Tehát amikor mindig félelemmel reagál valaki, a rendszeresen visszatérő foboszokkal reagálunk mindenre, gyávaságnak fordíthatnánk, szorongásnak fordíthatnánk. Tehát nem csak az egyes-egyes félelmeket, hanem a félelmes szívűséget is Isten az ő szelleme által ki akarja űzni a szívünkből. Halleluja. És tehát az Isten szelleme az nem a félelem szelleme, hanem minek a szelleme? Elsőként ugye az erő. Erő szelleme. Halleluja. És az erő az egy... Azzal kezdődik a Biblia. Isten erejével. Hogy Isten ereje manifesztálódik. Isten teremtette a eget és a földet. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Így kezdődik a Biblia. Ez az Isten ereje. Honnan tudjuk, hogy ez az Isten ereje? Onnan, hogy Jeremiás 27:5-ben le van írva, hogy én teremtetted a földet, az embert és a barmot, amelyek a föld színén vannak, az én nagy erőmmel, az én kinyújtott karommal, és annak adom azt, aki kedves az én szemeimmel előtt. Tehát Isten teremtése az Isten erejének a manifestációja. Megjelenés. Ezzel kezdődik a Biblia. És ezzel is folytatódik a Biblia. Ez ugye a görög szó, a dinamis, ami az erőt jelenti, amit mi erőnek fordítunk, vagy hatalomnak is fordít néha a Biblia. A természetnek is van ereje. Az Isten teremtése a természet erejében manifesztálódik. Látunk egy vihart, és bebújunk a lukba, mert az ember erejét az hatalmas módon felül múlja, pláne egy tűzhányó, pláne egy földrengés, pláne két csillag összeütközése, vagy egy fekete lyuknak össze magába szívó ereje, gravitációja, vagy mindaz, ami a világ mindenségben elképzelhető, vagy látható, ez Istennek az ereje természeti szinten lebutítva. De az Isten valóságos ereje ennél sokkal, de sokkal több. Az Isten teremtése az létrehozta ezt a hatalmas erőt, ami ebben a természetben munkálkodik. És Isten ereje ennél sokkal, de sokkal hatalmasabb. És Isten ezt a hatalmas erőt az ő szelleme által nekünk adta. Tehát nem csak a természet erejét, ami a természetben munkálkodik, aminek parancsolt Jézus, hogy csillapodjál le, és lecsillapodott a vihar, amitől ugye rettegtek a tanítványok, hanem ennél sokkal, és ezt mindezt megkaptuk az Úrtól, ezt az erőt. Ez a teremtő erő, ez az Ószövetségben jelent meg, tehát először, és a szónak, magának a megnyilvánulása, megjelenése először ugye a Bibliában 2 Mózes 15:6-ban van, ahol is azt írja az ige, hogy jobbod, Uram, erő által dicsőül, jobbod, Uram, ellenséget összetör. Amen. Ez ugye Mózesnek az öröm hálaimája, amikor megszabadította az Izraelt az Úr Egyiptomban, amikor átkeltek a Vörös tengeren. Ott is az nyilvánult meg, hogy Isten ereje nagyobb, mint a természet ereje. Ketté hasította a tengert, és átsétáltak rajta az Izrael teljes népe. És ez Isten ereje által volt, és tehát Isten szabadítására szolgált ebben a pillanatban Isten ereje, és valóban a népéért dolgozott, a népéért volt Isten ereje, ahogy ma is népéért van Isten ereje. Az ő elhívottjaiért van Isten ereje. Izrael története gyakorlatilag végig, amikor az Úrnak engedelmeskedtek, ugye, tele vannak csodákkal, a proféták által, és a Dávid által, és a többiek által hát végrehajtott csodák, hát Isten hajtotta végre, de hát őket használta ezeknek a végrehajtására, ugye, tehát amiket olvashatunk, ne részletezzük, mert nincs rá időnk. De Isten erejének az a jellegzetessége, hogy alapvetően épít. Alapvetően megújít, alapvetően jót hoz létre,
Ugye a dinamizmusból származik a dinamit, ami alapvetően rombolásra hozott létre Nobel Alfred, de aztán meg is bánta, ugye, ezért hozta létre a Nobel-díjat, ahol ugye a tudósokat támogatja. De alapvetően a dinamis, az az erő, ami az Isten ereje, az épít, az szabadít, az megváltoztat, és Isten munkáját viszi előre ezen a földön, és az Isten szeretetéből fakad. Halleluja! Új szövetség. Jézus, ott tartottunk, hogy az Isten erejével visszatért a pusztából. És ugye a Szent Szellem betöltötte, és utána elment Názáretbe, és elmondta a székfoglaló beszédét. És ebből tudhatjuk meg, hogy mire is volt Jézus életében az Isten ereje. Lukács 4:14-19, egy pillanat, előkeressük. Azért fontos ez, véleményem szerint, mert ez nekünk is feladat. Tehát az Úr Jézus nevében járunk, és az ő feladata az alapvetően a mi feladatunk is. És az Ézsaiás proféta könyve proféciája az ránk is vonatkozik. Hogy az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött arra, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Amen. És ez a mi dolgunk, hogy hirdessük az evangéliumot. Ez az egyháznak a feladata, hogy az örömhírt eljuttassuk mindazokhoz, akik még azt nem ismerik. Vagy megértsék azok, akik már hallottak felőle, de nem értették meg. És a megtört szívűeket meggyógyítsuk. A gyülekezet, az egyháznak a feladata az, hogy kórház legyen. Nem az, hogy háborúzzon, harcoljon, hanem az, hogy kórház legyen, hogy segítsen, hogy befogadjon, hogy támogasson, hogy segítsen. Az Úr Jézus feladatát kell nekünk is elvégeznünk és folytatnunk. És ezek után ő ezt folytatta, bemutatta, hogy van ez gyakorlatban. Oda mentek hozzá az emberek, egyre többen tömegek jártak vele, és akik csak hozzáértek, azoknak tapasztalták azt, hogy Isten ereje dolgozik. Hozzáértek a ruhájához, a vérfolyásos asszony, és erő származott ki belőle, és meggyógyult a vérfolyásos asszony. És Isten ereje gyógyítani képes. Ahogy mai napon is imádkoztuk délelőtt, hogy az Úr Jézus nevében Isten ereje a mai napon is gyógyítani képes. És ahogy hallgattuk a bizonyságot, Isten ereje gyógyítani képes, és gyógyít, nem csak képes, gyógyít is. Halleluja! Isten ereje tehát a mai napon is működik a szellem által. A feltámadás ereje először Lázárnál jelent meg a Krisztus életében. Ugye Lázár azonban meghalt, minek utána leélte az életét. Tehát igazából azért az Úr Jézusban láttuk meg azt, hogy a feltámadás ereje az hogyan működik. Az Efezus 1:19-től olvasnám, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének a ma munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. A hatalma erejének a ma munkája szerint szónál szerepel a dinamis. Az a dinamis, ami az Istennek a teremtő ereje, ugyanez a feltámadás ereje is, ami Krisztusban megmutatkozott, ugye az Efezusi levél szerint. Tehát a feltámadás ereje előképe volt ugye egy picit Lázár, meg az Ószövetségben is feltámadt egy pár
ember, amikor Elizeusnak a sírjába belehelyeztek egy elhunytat, akkor ő fölpattant Isten ereje miatt, tehát a feltámadás ereje is benne van, ami legyőzte a halált is. A halál ugye megint csak Ádámmal jött be az ember életébe, de Isten ereje ezt felülírja. És ez a mi reménységünk is, hogy Isten ereje minket is fel fog támasztani, és az Úrral együtt leszünk örökké, mondja az ige. Halleluja. Halleluja. Akkor szeretném végig gondolni azokat, hogy mire is adatott az Isten ereje. Mindenek előtt az evangélium hirdetésére adatott, hiszem, és valahányszor ugye hirdetjük az evangéliumot, az ige is ezt mondja, és mi is ezt tapasztaljuk, hogy Isten ereje bizonyságot tesz mellette. Mindig bizonyságot tesz az evangélium mellett az Isten ereje, csodákkal, jelekkel, szubjektív, objektív, teljesen körülírható jelekkel, amik természet fölöttiek. A lényege tehát az, hogy az újjászületés az Isten erején nyugszik. Az ember újjászületése az Isten erején nyugszik. Ezt ugye Nikodémusnak fejtette ki az Úr Jézus. Ennek során új szív teremtődik az emberben. Új szívünk lesz. És ez nem egy átalakított szív, egy megváltoztatott szív, hanem új szív. Ahogy Dávid is írja, hogy teremts bennem új szívet. Mert a régi szív az már nem használható, az korrumpálódott, azt a sátán elrontotta, már megszületésünkkor használt szívünk volt. És Isten újját, születéskor új szívet teremt bennünk, új szívet ad nekünk, teljesen újat, és ez az alapja annak, hogy mi újjáteremtett emberként Krisztusban élhetünk, és Krisztus nevében cselekedhetünk, amiről már beszéltünk. A második, hogy Isten azért adja az erejét, hogy tapasztaljuk Isten kegyelmét és szeretetét. Hogy Istennel ő annyira szeret minket, hogy mint az apukánk, szeret mint egy cukrot adni, bombont, még hogyha rossz is a fogunknak. Vagy az apróságokat, nem tudom, bizonyára emlékeztek, nem tudom, én nagyon-nagyon nagy ilyen élményekben részesültem, amikor miután megtértem. Amikor még ilyen csetlőbotló kis ifjú keresztény voltam, az első szeretet tüzével megáldva, és viszont olyan hülyeségeket kértem az Úrtól, hogy az valami hihetetlen, és Isten úgy megáldotta azokat. Legyen parkolóhelyen. Most, bocsánat, mennyei szempontból minek van, mennyire van jelentőség az, hogy le tudom tenni az autómat ott a parkolóházba, vagy nem. Isten megadta. És tele vagyunk ilyen bizonyságokkal nap, mint nap, nyilván még most is, mert ezt tapasztaljuk az Urat, hogy ő szeret minket, és szeretne adni nekünk még a legkisebb dolgainkat. Efezus 3:20. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mint kérjük, vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint. Isten mindent, még annál többet is, mint hogy el tudunk képzelni, ami képzelőerőnket, amikor vége van, utána még annál sokkal többet akar nekünk adni. És az ő ereje által műveli ezt, a mai napon, most, mindig, minden napunkon. Ezzel akarja bizonyítani azt, hogy ő szeret minket. Következő, mire való az Istennek az ereje az életünkben, az ő szelleme által. 2 Péter 1:3. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Tehát arra való, hogy éljük a keresztény életünket kegyességgel. Hogy átváltozzunk az Úrnak az orcájára, formájára, hogy az ő karakterét felvegyük az életünkre. Hogy az Istennel járván azok a dolgok, amik nem az Úr akarata szerint valók, azok lekopjanak, lehújjanak rólunk, és helyébe megjelenjenek azok a személyiségjegyek, a Szent Szellemnek a gyümölcsei, lehet így mondani. Nem az ajándékai, szeretném aláhozni, hanem a gyümölcsei, ami
amiket az Úr fog bennünk kimunkálni. Erre való, ugye Szent Szellemről beszélünk, hogy a Szent Szellem az erőnek a szelleme, a Szent Szellem gyümölcsei fognak megjelenni azzal az életünkbe, hogy ő vele járjunk, és az ő erejével beteljesedjünk, azaz, hogy betelünk Szent Szellemmel. Kirajzolódik rajtunk a Krisztus. Kiformálódik. Az első keresztényeket azért hívták keresztény. A keresztény az azt jelenti, hogy krisztusi. És nem a keresztények maguk nevezték el, bejelentvén milyen hivatalba, hogy mi tettől vagva a keresztények vagyunk, hanem a körülöttök levők, hogy nevezték el, hogy ezek pont olyanok, mint a Krisztus volt. Ismertük ezt a Krisztust, hirdette itt a bölcsességeit, és ezek meg pont olyanok. Nevezzük őket hát krisztusinak. És keresztényeknek magyarán. Tehát a keresztény az azt jelenti, hogy olyan, mint Krisztus. Azért, mert Szent Szellemmel be voltak telve, és kialakult rajtuk a Krisztusnak a formája, alakja, szeretete mindenek előtt. A Szent Szellemnek vannak ajándékai természetesen, és azok nagyon-nagyon fontosak, le van írva az 1 Korintus 12-ben, időhián, azt nem olvasom végig, nem részletezzük, bár az is egy nagyon fontos dolog, de ami a lényeg ennek az egész dolognak, és azt hiszem, hogy a karizmatikus világban nagyon-nagyon fontos helyén kezelni, vagy helyére tenni, ha nincs a helyén, ez a kérdés, hogy ezek a kegyelmi ajándékok, ezek kegyelmi ajándékok, Isten kegyelméből származnak, nem érdem szerint, hanem az ő kegyelméből, és haszonra adatnak, nem nekem, hanem annak a körülöttem levőknek. Tehát, hogyha én nekem gyógyító erő adatik, akkor az azért van, hogy az Úr rajtam keresztül más embereket meggyógyítson. Hogyha én nekem adakozás adománya adatot, akkor az azért van, hogy adakozzam azoknak, akiket az Úr mutat, akiknek felé az Úr indít. Hogyha valamiféle profétálás adománya van, az is haszonra adatot, és attól én nem vagyok különb ember. Mert az Úr nem véletlenszerűen, nyilván célzottan választja ki, és lehet törekedni a hasznosabb ajándékokra, tehát valahol a mi oldalunk is adatot, de ezt attól még nem mi csináljuk. És nem a mi érdemeink szerint van, mert kegyelmi ajándéknak is hívják, és ezért is hívják kegyelmi ajándéknak, mert nem érdem szerint, hanem kegyelemből kapjuk. És ezért mindezért az Úré legyen minden dicsőség. Nagyon fontos, hogy az Úrnak adjuk a dicsőséget, hogyha valaki meggyógyul, vagy valami áldásért, vagy bármi ilyesmi. Az Úré, az nem a miénk, az nem a nagyszolgáló testvéré, hanem az Úré. Róma 15:19, jelek és csodák ereje által, az Isten szellemének ereje által, ugyannyira, hogy én Jeruzsálemtől környékéig, Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát, mondja Pál. Tehát Pált követték a jelek és a csodák Isten ereje által, és Isten ereje vele volt. Az apostolok cselekedeteiben ugye olvashatjuk is, és fontos is, hogy ez az erő legyen. Tehát törekednünk kell Isten erejére, fontos Isten ereje, fontos Isten szellemének a mindennapi velünk léte és a tüze, hogy rajtunk legyen, hogy velünk legyen, mert enélkül nem tudjuk a bizonyságot, Isten bizonyságát továbbadni, mert nem hitető beszédeken kell, hogy alapuljék a mi bizonyságunk, hanem Isten erején kell, hogy alapuljon. És enélkül, hogyha nincsen bennünk, akkor az nem fog Isten erején alapulni. Szükség van Isten erejére az életünkben, de nem öncélúan. Százszor szeretném aláhúzni, hogy nem öncélúan. Ez nem öncélúság. Ez az Úr dicsősége, hogy ő megosztja velünk az ő erejét és az ő ajándékait. 5. pont, harcoljunk, arra való az Úr ereje, hogy harcoljunk a sátán ellen. Tehát a sátán, mint ahogy tudjuk, itt a földön továbbra is munkálkodik ellenünk, és próbál begáncsolni, és tönkretenni az Úr munkáját. És a Efezus 6:10-ben végezetre, atyám fél, legyetek erősek az Úrban, az ő hatalmas erejében, és utána felsorolja a szellemi fegyvereket, amik részben a mi védelmünkre való, az, hogy megvédjük a szívünket a hit pajzsával, megédjük a szívünket a hit pajzsával, és a többi, és a többi is arra való, hogy a sátánnak a munkáját leromboljuk, azaz, hogy hirdessük az evangéliumot, ismét oda lyukadunk ki. Tehát a kereszténység az egy roppant egyszerű dolog.
alapvetően arra van, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy megtérjenek az emberek, és a menny megteljen, a pokol pedig kiürüljön. És ennyi a summázat a dolognak. És nagyon fontos, hogy ezt tudjuk megfelelően kezelni. Ehhez az ember karakterének is át kell természetesen alakulni, az Isten akaratának megfelelően. Nagyon fontos az, hogy hittel kezeljük az egészet. Ha nincs ebben hitünk, akkor nem fog működni. Szükséges hozzá a hit, mert ugye egy ilyen folyamatot mindig a leggyengébb láncszem ereje határoz meg. Isten adja, Isten ereje az nem csökkent, nem szűnt meg, nem fogyott el. Istennek az ereje mind a mai napig ugyanakkora, mint amikor a teremtés elkezdődött, amikor kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet. A mi hitünk, hát az Isten kegyelméből akkora, mekkora, és reméljük, hogy növekszik, és a harmadik pedig az akaratunk. Az ember mindig döntések előtt áll. Mindig döntések sorát, láncát hozza meg. Ugye utalok vissza az elején, amit mondtam arra a történetre, hogy a Jánosék tüzet akartak lehozni a szamáriai falura, akik nem akarták az Úr Jézus beengedni. Ez is egy döntés volt. Ez is egy olyan döntés volt, rossz döntés volt, hogy ők most akkor engednek-e annak a dühnek, ami a szívükbe kialakult, azért, mert őket elutasították. Minket is el fognak számtalanszor utasítani, és kérdés az, hogy mi hogy döntünk. Ez a mi döntésünk. Ugyanígy, amikor ugye betegekért imádságról beszélt a Feri délelőtt, a mi döntésünk, hogy felvállaljuk-e annak az esetleges ódiumát, hogy kudarcot vallunk, vagy nem, kilépünk-e a vízre, amikor hitlépését kell megtennünk, vagy nem. Döntések sora az életünk, de egészen piciben, hogy reggel hogy megyek, mint megyek, vagy, és Isten akaratával kérdés az, hogy egyben gondolkozom, akarok-e vele járni, hogy döntök ezen a mai napon, illetőleg hogy sem. És azt hiszem, hogy ez a leggyengébb láncszem ebben a kérdés sorban, hogy hogyan döntünk Isten erejének az alkalmazásában, illetőleg hát az Istennel való együttmunkálkodásával. Viszont ami még nagyon-nagyon fontos ebben a kérdésben, és a Pál 2 Korintus 12.9.10-ben írja le, az az, hogy Isten a mi gyengeségünket használja ki az ő munkájára. Eddig, ugye amikor Pál imádkozott, hogy múljon el az a tüske az oldalából, amiről nem tudjuk pontosan, hogy micsoda, de nyilván ő neki nagyon kellemetlen élmény volt, és az életét végig kísérte, és ezt mondta válaszként az Úr neki, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongatatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amen. Halleluja. Pálnak hatalmas kenete volt, hogy úgy mondjam, kegyelem, mondjuk inkább így, hogy kegyelem volt az ő életén, és rengeteg csodát látott. Már talán hozzá is szokott, hogyha valaki ezt hozzáért, hát az meggyógyul, hát ez így normális. Mert hogy Isten velem van. És ebben már nincs semmi különleges. Az ember hozzá tud mindenhez szokni egyébként, és olyan kijelentései voltak, amik ő ugye nem találkozott személyesen az Úr Jézussal, hanem kijelentés útján vette el az Úrnak az igazságait, amiket mi olvasunk, amiből megtanulhatjuk azt, hogy gondolkozik Isten, hogy gondolkozik az Úr Jézus. És a többi apostol ezt mindössze csak nyugtázta, hogy igen, ennyi. Tehát jól mondod. Ő magától, Istentől vette el, tehát és erre vonatkozik, hiszem, ez a dolog, ez az ige, hogy ő akkora kijelentést kapott az Úrtól, hogy szüksége volt a gyengeségre. És az embernek szüksége van a gyengeségre is, és szüksége van Isten kenetére. Szükségünk van arra, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, azért, hogy Isten fel tudjon minket magasztalni, és használni tudjon az ő akaratára.
ennyit szerettem volna én a mai napon elmondani, és hiszem azt, hogy az Úr ereje az mindannyiunkkal vele lesz, és az Úr szelleme az adja az ő erejét. Amen.